szűri. És engem nem ilyen gyönyörűen, ha bár nekem nagyon gyönyörű volt, de úgy mondom, hogy nem ilyen szépen merítettek be, mint titeket, hanem kárba, odahaza. De mikor bemerítettek, akkor mind a ketten sírtunk és zokogtunk, és sokáig nem tudtam szavakat beszélni. Mert ugyanígy nem itt voltam, hanem szárnyaltam, mint a sas mesélő. Mert tiszta szívemből merítkeztem be, érted? És szárnyaltam, mint a sas mesélő. És ilyenkor, amit már mondtam, természetes dolog, hogy nem tudnak sokan beszélni se. Hisz már említettük, hogy nem a beszédben áll Istenország, hanem az erőben. Amen. Halleluja. Halleluja. Drága testvéreim, most szintén egy kószemintósi testvérnél következik, akinek Isten kegyelmet adott, és továbbra is kegyelmet fog neki adni. Hiszen a testvérnőt elhívta Isten ezt a családot. Emlékezzetek vissza. Margit testvérem fog következni Gáspár Józsefnél, aki itt a múltkor rosszul lett, de Isten meggyógyította őt. És ezért kegyelmet adott neki. Légy, hogy belülünk az élet körülébe neve. Halleluja! Rapszoljátok meg! Drága testvérem! Istennek a gazdag áldását kívánom a családodra, az egész életedre, és hogy elnyerjen a szörökére. Ámen. És áldjon meg mindjártokat! Olyan csodálatos az Úrra, hogy nagyon, nem is tudom elmondani. Hogy mióta a Nelly testvér ide hívott, és megmentett engem a drága Úr Jézus. Nem bírom elmondani. Dicsőség az Úr. Jó az Úr. Csodálatos az Úr. Itt ülkörünkben főhozott az Úr nekem egy dolgot most. Itt ülkörünkben a mi testvérünk, idős testvérünk, Emil néni ott ül, nézzétek meg, ott van. Közel volt a halál állapothoz nagyon, de az Úr kijelentette, hogy élni fog, és elnyeri az örök életet. Amen! Amen! A mi Istenünk milyen csodálatos! Az ő kezében van élet és halál. Ő az élet és a fölkámadás. És aki hisz benned, soha nem hallja. Hát most megint egy olyan kulszentmiklósi testvér következik, aki nagyon... Ne gondoljátok, hogy én kivételezek, mert nem kivételezek. Ismertek engemet, hogy én mindannyiatokat, tehát egyformán szeretlek. De valahogy a szívemhöz nőtt ez a testvér. Fiatal testvér, a szívemhöz nőtt. És Isten, tudom, hogy Isten hívta el, mert Isten csodálatos ajándékot adott azért számára. Akit úgy hívnak, hogy Nyári Mário. Drága testvérem, fogadd el tőlem szeretettel ezt az emléklapot. És hiszem, hogy be lesz írva, és be van már írva az életkörülben neve. És Isten gazdag áldását kérem a te életed és családodban. Áldjon el Isten! Szervusztok, áldjon meg mindenkit a názáreti Jézus! Én elsőnek úgy el nem is tudom, hogy kezdem el. Sokat hallottam már gyülekezet, Laci is rokonon. Az anyósom ide járt ide, mama, de sajnos ide járt, de hiszem, hogy majd visszatér. Amen. Elsőnek én nem igen bírtam hinni az elesére, úgy mondtam, hogy elesére.
Amúgy bejártam a gyülekezetbe, éreztem a tüzet, éreztem, mint a áramlikon, de elesni nem este be. Egyszer kértem az urat, ott álltam ott az első mögött. Uram, mondom, add már meg, hogy mögérezzem én is, hogy elesek, hogy még jobban higgyek fel. Az úr mögött elvágottam, kemény. Halleluja! Még jobban hiszök benne. Hálát adok neki, hogy belőlük köszönhetünk most ennyi előtt, testvérem, sokkal. Köszönök neki mindent. Drága názareti Jézus. Halleluja! Dicsőség az Úr. Hiszen ez így van. Ha kéred Istentől a bizonságot, ha tudni akarsz valamit, de ehhez kell egy nyitott szív. Ehhez. Ehhez nem bezárt szív kell, hanem egy nyitott szív. Mert Isten, ha te megnyitod a szívedet, az Úr bizonságot ad neked ebből. Amen. Szintén egy kunszentmiklósi testvérnő következik, aki, hát nem beszélek sokat, nyári, Bári Jóné következik, Bári testvérnő, tartogjátok meg! Nagyon szeretni őket is az Úr Jézus. Drága testvérnő, Isten drága áldását kérem az életedre továbbiakban, és hiszem, hogy az életkönyvébe be van írva a neved a mennyek országára. Isten áldjon meg! Én is valahogy úgy tértem, hogy minden Marió, tudja, anyám, abban jártam beleinted, én is én csak egy nézelődő módon, hogy mondják. Azt akkor otthon már, olvastam a Bibliát, azt éreztem valamit, valami bizsergés magamban, hogy nem tudom elmondani, hogy milyen volt. Azt ott egy csalgyűjtem mindig, mert elhagytam az Urat, nem gyűjtem minden gyülekezetben sokáig. Na Marió elkezdett járni, úgyhogy én nem jártam. De ezt tudom, hogy az Úr akarta így, hogy én itt hagyjam, amíg elinduljon. Én elindultam Marió, hogy megvettem utána. Álltam itt, mindig ott áll hátra. Azt akkor éreztem valami kóroságot magamban, és léptem. Nem tudtam megállítani, de én olyan vagyok, aki tudja, hogy visszafogom. Visszafogtam, és annál jobban gyűjt. Még jobban visszafogtam, utána még már teljesen olyan volt, mintha nem is élettem volna. De mit az Úrnak köszönhetjük. Amen. Hát így van. Induljál te is, hogy a férjed elinduljon. Vagy te még induljál, hogy a feleség kövessen. Ez mindannyiunknak igaz, hogy Krisztus a vőlegényünk. De itt a föld életben Isten férfiút és feleséget teremtett, hogy együtt éljenek és szaporodjanak, növekedjenek. Hogy megáldott őket Isten, dicsőség az Úrnak. Hát így van, drága testvéreim, így van. Isten valami módon teljesen mindegy, hogy ott. Isten tesz olyan dolgokat is, hogy amikor már úgy jön el Istenhez valaki, hogy nagyon beteg, ott már baj van. Ott már nagyon nagy baj van. De még Isten akkor is megment, akkor is kegyelmet, a mi úrunk a kegyelemnek az Isten. De adjál hálát, hogy nem betegen jöttél el, nem kellett olyat tenni Istennek, hogy elgyere, hanem megérintett a Szent Szellem téged. Elhívott. És azt mondja, anyád néhétől már kiválaszt. Kiválasztotta, még kőt alaptalan formájában léteztél, de már ő elhívott téged, hogy legyél az ő követője és szolgáljál ő néki. Amen! Eredetileg 15-en lettünk volna, még egyet többen. De hiszünk, hogy a Mária testvérünk Mari haza fog jönni és be fog merénkezni, ő is is. Ő is oda járul az élő Istennek a városához, a mennyei Jeruzsálemhez. Amen. Most egy olyan fiatal testvérnő Kuszer Miklósi következik, igen, itt ül látom, akit most
ahogy merítettem be, jött, láttam fehér ruhába, jött ott a standon, és ahogy jött, Isten szólt hozzám. És nagyon szeret ezt a lányt Isten. Hallottam a Szent Szellemnek a hangját. És azt mondta, ezt a lányt szeretem, Laci. És rám szállt Isten elején még jobban, megrázkodtam a vízbe. Ezt úgy hívják, hogy Fólis Miriam. Drága testvérem, Istennek a drága gazdag áldását kívánom az életedben. És Isten szolgálatát is kívánom, mert Isten neked adott állandó munkaerőt. És hiszem, hogy be van írva az életkönyvben neved, mert oda járultál a mennyéjel is. Isten áldjon meg! Buzdítom a többi testvért, hogy fiatalabbikat, hogy merítkezzenek ők is alá, és adják át az életüket, mert nagyon jó Jézus ajánl. Amen. Amen. Amikor ez a testvérnő feliratkozott a bemerítkezők közé, akkor jutott eszembe, hogy Uram, hát te már 8 éve járattad egész kislány korában, mint üdekezett. Ő már Pék utcában is jár az a gimiben. Az ő bátyával, az Olivérnek. És mondom, Uram, áld meg ezt a leányzat. Drága testvéreim, hisz lássátok, Istenné nincsen az, hogy idős, középkorú vagy fiatal. Istenné csak lelked van. És ha te átadod az életedet, akkor téged Isten fölemel, egészen és magas helyeken járhat, betölt a szükségleteire, és ad gazdag ajándékokat. Ő a javainknak a megszerzője, mint egy jövendő jó főpap, ott van a mennyben, és esetezik Istennek a hatalmas jobbjának ő. A te védő ügyvéd, a te védő a Názareti. Ma is esetezik életünk, mindannyiunké. És esedezik ám érted is, aki még nem fogadtad be. Esedezik életünk. Drága testvérem, ne gondoljon, mert azt mondja Isten, ugye nem erővel, és nem világi hatalommal, nem pénzen, nem aranyon, hanem az én drága Szent Szellememmel, azt mondja, a Szent Lelkemnek erejével akarlak elhívni. És hiszem, hogy azzal is hívottál mindannyiunkat. Amen. Amen! És ezt a nyájat a kőszikára érintem, Isten drága ügyét. Halleluja! Most egy szintén egy kurszemiklósi fiatal testvérnek következik, aki az édesanyjával jött ide ebbe gyülekezett el, és úgy döntött, és nagyon örülök, és hálás vagyok az én Uramnak, hogy átadják minél több fiatal az életét Krisztusnak. Nézzétek meg, hogy sok fiatal már nem a világnak a dolgai érdekli, mert a világ nem tud adni nekik semmi jó, de Isten meg tud adni. Bárcsak ne 36 éves lettem volna, amikor meg lehettem volna 18, vagy inkább 8 éves. Vagy még 3 éves korunkban hívott van el Isten. Tudod, minél előbb elhív Isten, annál nagyobb áldás lesz az életeden, és hálát adhatsz Istennek, hogy fiatalon alá tudsz merítkezni, és megízlelheted Istennek a jó voltát. Amen. Való Renátát szólítjuk, hogy nagy tartsuk azt, hogy kérdjük. Drága testvérem, Istennek a drága szent, és gazdag áldását kívánom a további életedben. És járják Krisztus útján az ősvényei. És hiszem, hogy a te neved is föl van írva a mennyeknek országába, az élő egyházhoz, amelyek be vannak írva az életkönyvébe. Áldjon meg Isten téged is. Én csak azt szeretném mondani, hogy köszönöm az Úrnak, hogy ideig elvezetett.
Halleluja! Milyen csodálatos mondatot mondott ez a testvér, igeileg beszél. Köszönöm az Úrnak, hogy idáig vezet. És Isten vezet bennünket, az Úr az, aki vezet. Amen! Itt van körünkben Edó testvér is, ővel már nem tudom mikor ért, meg nagyon fiatalon. Ő neki Istennek nem csak a szeretetét kellett, hogy megizdelje, hanem Istennek a jó voltát is. És hiszen mind a fiatalok, akik már szolgálják Istennek, Isten jó voltát megizdelik és megtapasztalja. Amen! Zedót azért említettem már, mert ő is fiatal. Halleluja! Tennésessük a Zolivért is, a Robit is, Bécikét is, Józsikát is. Tartsoljátok meg őket! Hát ők Isten szolgálják! Várjuk a zsüvéreit! Esetleg mennyi fiatalban is, ennél jobban szolgálnak itt az oltárnál. Halleluja! Most megint egy olyan testvér, Miklósi, Buszer Miklósi következik. Margyi testvéremnek a férje, Jóska, aki nagyon a szívemes fős. Kapcsoljátok meg őket, a könyvét. Hajon bűnye. Drága testvérem. Istennek a drága szent áldását kérem te rá és a családot. És hiszem, hogy a te neved is föl van írva a mennyeknek országában. Amen! Isten áldjon meg! Hát csak én is azt tudom mondani, hogy tényleg csodálatos érzés volt, mert hát nehézségek azik voltak előtte, de hát megoldottuk, mert a mennyei atya mindenit ott van velünk, neki az Úrnak, és hát nehézségek azok jöttek, mikor a vízhez értem, már semmi baj nem volt. Akkor már az Úr csinál, cselekedett mindent, úgyhogy nagyon jól megoldott az Úr. Köszönöm mennyi aztán, egy ilyen csodálatokat is és hát köszönöm neki, mert sokan próbáltak leveszélni, de hát nem ment nekik valahogy, nem ment nekik össze. Hál' az Úrnak, amen. Azt mondja testvér, sokan próbáltak leveszélni, de nem ment nekik. Dicsőség az Úrnak. Tudom, néhány szót hadd mondjak erről a leveszélésről. A sok világi ember, még egyszer elmondom, hogy halljátok tisztán, világi ember, aki hiába jár a gyülekezetben, de nincs megtérve. Csak bejár énekelgetni, meg tapsolni, meg mutogatni magát. Arra az ember akarja másokat leveszélni. Mert ő nem érzi azt, aki be kéne merénykezni. Hogy el kéne temetni az új életet. De azt mondja az Úr. Tudod, mit mond az Úr? Azt mondja az Úr, hogy ejtsé fogjuk minden gondolatot, amely Isten ellen emelkedik. Hát fogjuk elejteni Krisztusban. Rögtön fogjuk elejteni. Nem szabad dédelgetni, melengedni a locs gondolatokat. Mert a világ, a sátán nem azt akarja, hogy bemerítkezz, mert fél. Azt mondja Kolossi levélben, elolvashatod a harmadik részében, háromas négyességét, amely így szól. Hogy a Krisztussal együtt el van a mi életünk rejtve az Istenben. És mikor megjelen a mi életünk, a Krisztus, akkor majd mi is ővel együtt megjelenünk. Nagy dicsőségben. Amen. Mert ne eltemettettünk a halálba, de föltámadtunk a Jézus Krisztussal. És oda ültetett a mennyeknek országában. Már most. Amen. Ezért minden rossz gondolatot ejtsél fogjul, és ne engedd a gonoszt. Csak Istennek. Most egy olyan testvérnő következik, aki szintén nagyon a szívemhez nőtt, az ő büszkóságával, az ő isteni szeretetével. Mert valahányszor
Vettünk, tudjátok, az úrvacsorát szoktuk venni. Mi minden hónapban veszünk úrvacsorát, de majd most már sűrűbben is be fogjuk vezetni. Nem csak egy hónap egyszer, hanem többször. Mert a tanítványok naponta megtörték a kenyeret. És ez a testvérnő, hát nagyon szereti az Urat. És ez látszott a bemerítkezésnél is, és látszott itt, mikor nem vehette az úrvacsorát. Ránéztem, pont akkor nem tudom miért, de így álltam, és nyitottam a szememet, és ott szokott ülni itt a harmadik sorokba valahol. És ránéztem, és majdnem el, sőt, el is írtam magamat, mert annyira szerette volna venni az úrvacsorát. És most már veheti. És ez az Istennek a dicsősége, hogy sokkal közelebb kerül Istenhez, sőt, be van írva az életkönyvre neve, sőt, egyesüljek Krisztus testével is a vérével. Hát azt mondja az Úr, abban van az élet és az erő, aki eszi, mit az én testemet és a véremet vissza. Mert én vagyok az életnek a ma kenyere, amely leszállt a mennyből. És aki eszik a kenyérből, soha nem hal meg. Amen. Hanem örök élete lesz, és van neki. Szólítom kis Andrásné testvérünket. Drága testvérünk! Istennek a drága szent gazdag áldását kérem az életemben. És hiszem, hogy be van írva az élet könyvében neve. Isten áldjon meg! Először is nagyon szépen köszönöm. De a tiszta szívemből, tiszta lelkemből, a drága mennyei atyám, a Jézus nevében, Jézus nevében, hogy e mai napon befogadom a drága szent lelkébe színébe az én tudatlanságomat, a bűneimet, megbocsátottam. Amit én 57 éves vagyok, amit ellen elkövettem, kiskorom óta. De igaz az is, drága testvér, hogy én nem szerettem sarki bántani az Úr Jézus. Még fiatalon se, hiába voltam én nagyon szegény, de most is az vagyok, de az Jézus a gazdag, nagyon szeretem. Nem tartottam azt mondani, nagyon mérges vagyok a halott bántja. Akkor én még mit is tudom. Köszönöm az én gyermekeimet. Hálát adok neki, hogy van négy lányom, aki szintén a Jézust akarja befogadni. Örök hálát adok ezért neki, hogy az én gyermekeim befogadta és be is fogja. És elfogadják majd. Hát meg egy kicsit gyöngén belemegyünk, de én már nem vagyok. Én úgy értem, úgy szoktam le a dohányról. Most mondom meg az igazat, nem szeretek adulni, mert ez nem szabad. Az a Jézus haragszik nagyon. És én sem szeretem a dohányt, csak az igazat szeretem. Úgy volt, hogy a gyerünk, ezt nagyon szígyeltem már magam, féltem a gyermeket, hogy ebből, féltem tőle nagyon. Mitől rögem, ő kérdezte az anyám, szívod a cigit? Nem. Ez csütörtök rögem is volt, mert van ott a röten dohányoztunk, csak már négyen. Annyira kívántam csütörtök röggel, hogy ömlök a szám anyám. Mondom, Uram Isten, hát bőttel tőlem, hát a gonosz annyira támad, mit csináljak? Mondom neki, az egyoka elment, annyit vártam. Kiültem, hátra elszültem a hátra lényeket, elkezdtem magozni.
gyerek biciklivel, gyorsan eltapostam, beszaladtam. Azok fogadj, hogy szítra cíjt. De nem tudom eltargani gyermekem, azt is mondják, hogy nem lesz benne a ütközés. Mert én a Jézus nem sértem, hogy nem bántom soha. Amit akar, azt csinál velem, de én a Jézus nem bántom. Inkább nem ütközök alá. De merítkezzen, te fiam, így érkezik. Hát szomorú volt a gyerek, hát... Na majd, tégnap este, lépettünk, volt ki a negyed tíz fiúkhoz, gyerek hazagyít Edmunka. Hát mondom neki, fiam, mert nagyobban meg dolgozni volt a nagyobb fiam. Késő, nagyon ideges voltam, hogy jó van ilyen késő. Mondom, biztos elmaradt kivogálni a gyerekkel. Tehát nem, ritkán szokott inni, csak mondom, biztos elmaradt. Én meg féltem, hogy összebaléznak, hát de hogy ki nem félt a gyerekét. Mindegy is. Jó van, mindegy. A gyerek betörte, dicsérte kazettát, a német Sándornak az őt. És elkezdtem hallgatni. Egy olyan melegség öntötte gyerekeim. Mondom, sírva, egy fölkiabáltam, uram, lördekülöm a cigit, mert két másfél napom van, és ha nem tudok velem merítkezni, én inkább mondom, meg fogok halni. Kérlek, lördekülöm, drágatyám, Jézus nevében könyörgök nekem. Utána kaptam egy szédülés, cigit, nem kívánva, abba hagytam. Mert én szintem, amikor először a Lacikába bejöttem, olyan 6 hónap ezelőtt, itt a mellikém, hogy elesett nagyon, ilyen itt elzuhant a mellikém. Én meg itt álltam, ahol a Béla bácsi abba sorba, hátam jött a Béla bácsi, akkor testvérnek. No, Isten, én még ide szaladtam előre, látom, mit csinálok így, oda még a szújpapon várom. Ide szaladtam, ráadítom a mellinkére, bizony, hogy nem volt semmiben. Mondom, ez biztos szétvált a lapka fel. Már a kis, már a kis. Azóta. És megérintett itt a Szent Zsúr. Azt tuszkolt a kislányom, hogy anyám, menjél ki a legöregebb a Szilvike, ma is összeállít. Kiálltam, imádkozott értem a lelkipásztor, de úgy megérintett a Jézus Krisztus általa. Jézusnak köszönhetem az atyámnak, a lelkipásztorom, mert rám tette, akkor befogadtam a Jézust, mind örökké. Nagyon jó vele, higgyétek el, nálam nélkül nem tudok létezni. Mert az, még elmondom nektek, hogy összeestem úton, úgy kaptak föl nálunk az udvarban, tavaly volt ez még. Nagyon gyönge volt a lábam, ez a jobb lábam. Így az égbe öntem, összecsukulottam, azt mestem is össze. Amúgy azt mondom, hogy nem a betonra estem, hanem a fűre, hogy nálunk az udvarban. Úgy kapott fel az élettársam, a Lacika. Így hiszem, hogy az is nyugodt téli majd, mert mámat. Nagyon örömmelőtte, hogy merítkezünk, nagyon boldog volt, láttam. A lányok mondták, én nem láttam. Összeestem, és voltam orvosnál számtalan szó vizsgálatokon, csontsűrűség, csontritkulásom van, lábam is kettőbe van, várva lábszárom. Zín elvágva vastag ír, azt mondta a kecskeméti főorvos, hogy ebbe asszonyom sajnos nem tudunk semmit csinálni, ez magának nagyon-nagyon gyönge, össze is fog esni, mert ez olyan baja van, hogy a nagy vastag ínt elvágva, kettőbe vágták, talipírták összevalni. De ez az én hibám volt, nem a munka, hanem akkor még nagyon-nagyon ittam, bárítoztam már még is. Benne voltam. Igaz, hogy két-három évek sőt én felúgtam, mert én nem bírom. Nem bírom. Még jó kis, azért szoktam lenni. Mert ha nem döltem volna tőle beteg, most is folytattam volna. Nem a Jézusra töröttem, hanem a, lehet, hogy ebben a rossz ízével.
Tovább az érdekel. Annyit mondok, hogy gyermekeim, hogy itt vagyok, elmentem vizsgálatokra. Jászai doktor, itt van, fiorbos úr, azt kezelt a lábaimba, gyógyszert kiírták, nem szöktem. Az egy vitamin kívül, az a piros, de az nem azért van, az nem gyógyszer, nem azért van. Azt az egyet szöktem, gyógyszereket kiírták, nem szöktem. A lábom azóta még az úrnak neki ártatom az életemet, egészségos vagy, mint a ma. Azt mondja, ha nem tudom eldobni a cigit, akkor én meghalok. Hát meg is haltál, eltemetted az új életedet. És íme egy új életbe jársz. Mert a régiek elmúltak, és íme minden újjára. Amen. Egy nagy tapsot a bemerítkezőknek. A Názareti Jézusnak még nagyobb tapsot, ami úrunknak. És kérem, hogy dicsőjüknek, jöjjönnek ide a szolgálók. Mind, akik az oltár körül szolgálnak, jöjjenek ide! Fogunk dicsőíteni! Drága testvéreim! Nyissátok meg mostában a szíveteket a názareti Jézusnak! Most egy örömteli dicséretet szeretnék eldicsőíteni veletek! Azt a dicséretet, hogy... Yeah.
segítsen, ha segítségből kiemeljen, őben világ, hiszen jött az általán király. Előtt hozzád Jézus, ha segítsen, ha segítségből kiemeljen, őben világ, hiszen jött az általán király. Akik nem emlékezzenek meg, jöjjnek ide, töltepüljenek le. Hát Isten volt elővel költött. Csöndes jöjjetek le. Hát lát a szívedet Istennek. Átfogod meg Istennek az ajándékát most. Most akkor meg a Szent Szerintnek az ajándékát. Csöndes szemedet, elhelyet nézzük. Yeah.
szállam. Tőzd meg Jézus nevet, szálljad át Istenet a gazdagálása. Ó, köszönöm, Uram, hogy te teljé világ, hogy ti nem tettem, és megálmodoltatok. Áld meg Margitot, és kente, Uram, az örök életi kolajába. Az örök életi kolajába kente őket, Uram. Szálljad át ott a Szent Szellemet, az örök életi kolaja a Jézus nevében. Legyetek áldottak, mostantól kezdve, we
csőt, és szeretném felvicsőteni őt. Uram, szeretném látni, szent hajlék, Uram. Ki az, aki szeretné látni Isten hajlék? Amen. Én mindannál szeretném látni. Most akkor ismét a szellem előtt a szívedet, és meg fogod látni a mennyei hajlékot, a mennyei Jeruzsálemet. Halleluja. Ó, Uram, kívánj a lelkem látni szent hajlékot. Yeah.
teljesen áldást. Most szeretnék egy olyan dicsőtést eldicsőtni veletek, hogy elveszettek voltunk, a sátán fogjai voltunk, de kiozott a mélyből, a halál völgyének árnyékából. Az Úr Jézus szeret mindannyiótokat, mindannyiótokat kiemel a földből, az árnyékból, a halál árnyékából, és bevezetett az ő szellemetes országába, az ő jelenlétébe. Ha szükség van, hogy tapsolj az Úrnak, kicsérkozunknak, táncolj az Úrnak, hogy az Úrnak életével töltekezd be. Kicsérségem! Egészen a mennyit legyen rajtad a mennyek országára. Halleluja! Yeah.
aki meg...